Láss, láss, ne csak nézz, ne csak nézz. Láss, ne csak nézz. Azt mondom, láss, mert sorsod csak így érted. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned. Gondolkozz, 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 értsd végre meg. Magyarországon magyaroknak közérthetően kizárólag magyarul. Köszöntöm Önöket, Heszter Aladár vagyok. A Vasiti TV 35. adását látják. Ebben az adásban számot kell adnom arról Önöknek, hogy szeptember 14-én, 15-én és 16-án megtartottuk az első nemzetközi Minden Tudás Meséi konferenciát. Ennen a konferencián Tarhemtől Cambridge-ig, felvidéktől délvidékig, Pécsen át Szombathelyig ifjú és régi előadók előadásait hallgathatták, vagy hallgathatják, és nézhetik újra vissza a weboldalunkon. A konferencia 10 vendége professzor dr. Emeritus Jankovics István volt, aki az ELTE Gotthard Jenő Asztrofizikai Obszervatóriumának a nyugalmazott igazgatója. Az előadók a világ minden tájáról jöttek, mint ahogy azt előbb említettem. A legifjabb előadó a megyei, illetőleg az egész országos TIC történetében egy 16 éves előadó volt, aki a 180 plusz 1 éves TIC történet legifjabb előadója. Köszönetet kell mondanom mindazoknak, akik segítettek bennünket. Először is azoknak a barátoknak, akik önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül végzik a dolgokat most már idestova 2 éve. Először is Bartos Istvánnak, aki Utah államba szerkeszti a műsorokat. Aztán Ág László Helmutnak, akinek a weblapot köszönhetjük. Vágvölgyi András tanár úrnak, akinek a szöveghelyességeinket köszönhetjük. Németh Józsefnek, aki az arculatunkért felel, többek között ezt a plakátot is Németh József tervezte. A TIT, a Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Vas megyei szervezetének a segítsége nélkül ez a konferencia nem jött volna létre, és éppen ezért köszönetet kell mondanom dr. Bakó Béla igazgató úrnak, Kis Adriennek és Kovács Gábornak. A konferencia fővédnöke az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem rektora, professzor dr. Borhi László volt. Az ő bevezető gondolatait fogják látni hamarosan, utána pedig 2 hivatkozást látnak, majd mondhatnánk szaknyelven linket. A 2 hivatkozás egyikén dr. Bakó Béla mondja el bevezető gondolatait, a második linken pedig elérhető a konferencia összes előadása teljes terjedelmében, időrendben. A www.janusmutatlika.hu oldal a konferencia idejére bővült, megújult, szíves figyelmükbe ajánlom ezt is. Hasznos, érdekes időtöltést kívánok mindenkinek! Tisztelt résztvevők, tisztelt előadók, kedves vendégek! Nagy örömmel köszöntöm Önöket a Minden Tudás Meséi Felnőtteknek konferencián.
megtiszteltetés, hogy a Vas megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület felkért a konferencia fővédnökévé és egy rövid köszöntő megtartására. A Minden Tudás Meséi Felnőtteknek szimpózium fontos állomása annak a törekvésnek, hogy a tudományos ismeretterjesztés nagyobb lendületet kapjon. A mai információ gazdag világban ugyanis nehéz kiszűrni a valóban tudományos, megalapozott tudást, bármilyen trémában is próbálunk tájékozódni. Jó magam, régészként gyakran tapasztalok, hogy az emberek az internet világában rengeteg hamis, megalapozatlan tudással szembesülnek. Nekünk, kutatóknak tehát nagy a felelősségünk abban, hogy nem csak a szakmánkban otthonosan mozgó kollégáknak adjuk át eredményeinket. Minél többször a nagy közönség elé kell állnunk, és be kell mutatnunk, hogy hosszú évek kemény munkájával milyen új sikerek, eredmények születtek, bármelyik tudományterületről is legyen szó. Ezen gondolatok miatt nagy örömmel köszöntök minden valós tudásra szomjazó résztvevőt. Megköszönve figyelmüket, bízom abban, hogy a konferencia során a résztvevők új ismeretekkel gazdagodnak, alkalmuk lesz válaszokat kapni kérdéseikre, és nem utolsó sorban a személyes kapcsolatok építésére. Jó munkát kívánok Önöknek! Sose feled, sose feled, sose feled. Lásd, mit meg kell látnod, másképp kell már élned most. Soha el ne feledd, ne csak nézd, lásd.